Őket gyanúsítják a fél évvel korábbi rablással. 100 millió dollár volt akkora zsákmányuk. Ott vannak az Interpol körözési listáján. Továbbá Vietnámban és Kambodzsában is sokat adnának érte, ha kézre keríthetnék őket. Tegnap éjjel Hongkongban bukkantak fel. Együtt nőttek fel a háború viharaiban. Katonai kiképzést kaptak, majd zsoldos lett belőlük, sok kárt okozva. A legutóbbi alkalommal aztán hármójukat elkaptuk. Az akciónknak tehát Ló felügyelő lesz a vezetője. Szemet nevezem ki helyettesül. Igenis. Én már korai nyugdíjazást kértem. Legfeljebb egy hónapon van hátra. Uram, bízza rám. Az én körzetemben történt a bűneset. Rendben. Az öné az ügy. De együtt kell működniük. Megbízunk önökben. Uram, nem lesz probléma. Megtisztelő. Jól csináltad, ügyesen kivágtad magad. Pedig nem parádéztam puccos öltönyben. Fényűző életet élsz. A kenőpénzből mi? Ugyancseng. Micsoda badarság, figyelj! Szabadulj meg ettől a csotrogánytól. Már jó ideje nem használom, ezért áll mindig itt. Ósdi Verda, de még szuperál. Az akció parancsnokául lófelügyelőt nevezték ki. Uram! ...2006. augusztus 7-én kiraboltak egy pénzszállítót a központban. Három áldozat volt. A zsákmány meg 100 millió. Tegnap a Koluni öbölben 6 rendőrtiszt sérült meg, 2 még az intenzíven van. Ma pedig eltettek lábalól egy fegyverkereskedőt. Újabb 8 rendőrtiszt sérült meg. A Viking tát nyomozó a gyanúsított. Éppen ezért reméljük, hogy tájékoztatást vagy bármi egyéb információt nyújthat számunkra a bátyjáról. Sosem tenne ilyet. Nos, mivel ön is rendőr, kötelessége a segítségünkre lenni a nyomozásban. Mióta Viking tátnak nyoma veszett, kapcsolatba lépett önnel valamiképpen? Nem. Nem történt semmi említésre méltó? Nincs semmi információ, amelynek révén kézre tudjuk keríteni a bátyját? Nincs. Sajátságos helyzetbe került, de nem kell kapkodnia. Ha bármilyen értesüléssel bírtad hollétét illetően, jelentse be, ne felejts el,